Nem lehet egy napon megtartani a népszavazást a kormány és az ellenzék kérdéseiről, ezt Kósa Lajos, a Fidesz frakció vezetője jelentette be. A szocialisták szerint viszont feleslegesen költ el az állam 6 milliárd forintot azzal, hogy két népszavazást rendez. A liberálisok az alkotmánybírósághoz fordultak a kvóta referendum ügyében. A parlament kedden dönt a népszavazás kiírásáról. Hogy most már egyszer, miután itt van... A szocialisták már a parlamenti ülés előtt bemutatták azt az elmondásuk szerint csaknem 150 ezer aláírást, amely az állami vezetők bérplafonjáról és a termőföldek eladási tilalmáról szóló népszavazáshoz szükségesek. Tóbiás József napirend előtti felszólalásában amellett érvelt, hogy egyszerre kellene megtartani a kormány által kezdeményezett kvóta referendumot és az ellenzéki pártok által kezdeményezett népszavazást. Észszerű, hiszen felesleges elkölteni 3 hónap leforgása alatt plusz 6 milliárd forintot, miközben pontosan tudjuk, hogy se szeri, se száma azon területeknek, amelyeknek szüksége lenne 6 milliárd forintra. Rogán Antal, a miniszterelnöki kabinet iroda vezetője szerint Tóbiás József felszólalása része az MSZP-ben zajló elnökválasztási kampánynak. Emlékeztetett rá, hogy az országgyűlés csak akkor dönthet a szocialisták által támogatott népszavazásokról, hogyha az aláírásokat összegyűjtötték és azokat hitelesítették. Arra szeretném kérni önöket, hogy az országgyűlést ne biztassák törvénytelenségre, mert az önök által benyújtott országgyűlési határozati javaslat, ami arról szól, hogy a parlament most ne döntsön, az kifejezetten azt gondolom, hogy szembe megy a jogszabályokkal, hiszen a jogszabályok értelmében a kúria döntése után a kormány által kezdeményezett népszavazásról arról egyébként az országgyűlésnek határidőn belül döntenie kell. A Fidesz frakció vezetője teljes képtelenségnek nevezte, hogy a népszavazásokat egyszerre írják ki, ezt ugyanis a törvényi határidők nem teszik lehetővé. A kormánypártok ugyanis már összegyűjtötték és hitelesítették a népszavazási íveket, így az országgyűlésnek 30 napon belül kell döntenie a referendum kiírásáról. Az ellenzék azonban még összesen gyűjtötte a kellő számú aláíróívet. Az ő kezdeményezésük blöff, politikai csűréscsavarás, hazugság, nem lehet megcsinálni, mindenki megnézheti a vonatkozó szabályokat. Az egész ügy kizárólag arról szól, hogy a szocialisták kétségbe esetlen próbálják összekeverni a különböző népszavazási kérdéseket, mert szemléláthatólag nekik nagyon kellemetlen az az álláspont, amit ők képviselnek, mégis képviselik, nevezetesen, hogy kifejezetten bevándorláspártiak. A liberálisok alkotmányjogi panaszban azt kérik az alkotmánybíróságtól, hogy semmisítse meg a kúria korábbi döntését, és ne engedélyezze, hogy kiírhassák a kvóta referendumot. A csatlakozási szerződéssel mi vállaltuk azt, hogy az önrendelkezésünknek bizonyos elemeiről lemondunk, és azt átadjuk az Európai Uniónak. Ilyen az Európa Tanács rendelkezésének a kötelező erővel történő elfogadása is. Az országgyűlés a kormánypártok és a Jobbik támogatásával úgy döntött, hogy házszabálytól való eltéréssel már kedden dönthet a parlament a kormány által kezdeményezett kvóta referendum kiírásáról.